Amikor így megjelenik az empátia az ember életébe, ha szerencséje van, jó későn, tehát valamikor 50 fölött, amikor elkezdi foglalkoztatni azt, hogy a másik is érez, ne furcsa nézd, és akkor igen, akkor utólag, igen, elindul egyfajta ilyen visszamenőleges gondolkodás, hogy Jézus, tehát Jézus, amit csináltam azzal, és akkor az úgy néha nem jó. Azt mondtad nekem, hogy letisztult lesz, amit játszol. Igen. Letisztult. És ezt én letisztult, arra gondoltam, hogy az egyszerűségében rejlik majd a nagyszerűsége. Ehhez képest már a második akkord olyan furcsán rossz helyen jött, hogy ezt nevezzük jött, már. Te játszod évek óta rossz helyen azt, amit írtál, tehát te hiszed rosszul, hogy nem, az jól van. De én nem... Tehát én nem... Jó, Márkó, ezzel ne veszünk össze meg, ez annyira unalmas már, hogy mindig azon veszekszünk. Haladjunk hogy... lépésenként. Ebben az évadban legyen az elég a kedves közönségnek, hogy már dal nincs legalább. De most azt akarod, ezt is előbb-utóbb, tehát leépítjük, tehát egyre rosszabbul játszott. Én szeretnék afelé haladni, hogy már előbb erre se legyen szükség, aztán később már nekem se kelljen jönni. De én akkor még jövök, amikor te már nem jössz? Jössz, hiszen azért pénzt kérek. Attól függetlenül nem vagyok itt. Nagy baj van. Nagyon mi nagy van? Baj van. Nem is nézel ki, jó beteg vagy. Alkoholral kapcsolatos betegségem lett. És pedig? És pedig a feleségemnek van egy ilyen őrült unszolása, valahogy felült erre a közérzületi megállapításra, hogy az alkohol az káros. És hogy az a nagyon csekély mennyiségű, tehát ez a napi egy deciliter tényleg, ami állítólag még. És hogy én ezt minden este megittam, mert ilyen szeánsz jelleggel. És most egy-két hete egyáltalán nem iszom, hanem teát iszom helyette. Igen ám, de ez nem egy full stop. Tehát, hogyha a rendezvény van, vagy valamilyen apropó, akkor... És az egyik barátomnak volt a születésnapja, és ittam, nem tudom, tehát 3-4 pohár bort. És nagyon rosszul lettem, képzeld. Olyan... Éjjel elkezdtem olyan hangokat adni, mint egy szülőnő. És aztán, mint egy szülőnő, hánytam is. És ezt nem... Tehát, hogy ez... Egy pár pohár bortól? Mondjuk három pohár. De ezért nem érdemes megtisztulni. Na de ez az, hogy most mi legyen? Tehát, mert akkor azt mondja a feleségem, hogy akkor na látod, hogy milyen, tehát ha nem innál minden nap, és nem szoktatnád hozzá magad rendszeresen, akkor ilyen hatással lenne rád, tehát most, amikor elmész, akkor majd ennyit sem szabad. De te tudod, hogy olyan mennyiségekről beszélsz, amelyet ma a gimnazisták töri és fizika óra között délelőtt 11-kor csak úgy megisznak? Tehát, igen, de ő, nem... az ő szervezetük szerintem ezt még jobban bírja, mint az enyém. Én egyébként azt gondolom, hogy azt kéne mondani a feleségednek, akit itt ösmerek, és egyébként üdvözlöm is innen, hogy muszáj, hogy valamennyit így áll, mert a teljes védelmet az alkohol ellen nem csak az akaraterő, hanem ez a fajta immunitás is adja. Tehát időről, na, de most időre... nagyon megijedtem, mert viszont azt meg élvezem, hogy teázgatok olyan, most még olyan bulis, hogy olyan, tehát abban is van valami. Csak itt nem a bubi, mert én ugye fröccsben szoktam. Itt nem a bubi szórakoztat, hanem a hőmérséklet. Hadd kérdezem egy másik oldalon. Amikor ez zajlott, hogy te több pohár bort megittál, akkor jól érezted magadat? De igen, de úgy hozzá, igen. Nem adott, de nem adott hozzá, anélkül is jól, tudod, András, én anélkül is jól tudtam értem. Volna érezni magam. Amikor a feleséged baszogatott, akkor jól érezted magadat? Nem úgy baszogatott, sokkal rosszabbul. Tehát ilyen passzív-agresszívan baszogat, tehát igazából megvárja, hogy én magam jussak arra az elhatározásra. Biztos, hogy az alkohol az, amiről le kell mondani. Jó, ha már itt tartunk, te hogy szoktál magadnak hazudni? Én? Bájosan. Na, mert ma elmentem úszni, és 3 kilométer helyett csak 2 úsztam. Kicsit beteg vagyok, nem érzem magam jól, és rosszul is lettem a végére. És nem sikerül, hogy sosem sikerül úgy átbasznom magam, hogy elhiggyem, hogy 3-at úsztam. Tehát, hogy csak elszámolom véletlenül, hogy te hogy sem, mert nyilvánvalóan te tudod, nekem a hogy lelkemben kell. Térdel egy jezsuita szerzetes, de egy igazi,
Inkább egy ilyen Cyril barát, egy ilyen vándorló szerzetes, aki mindenért megsimogatja a fejemet, bármelyik döntésemért. Tehát én... De akkor elég őt becsapnod, és ő megdicsér, és akkor elhiszed, hogy jót csinálta? Nem, engem ő feloldott. Például ma, én például edzés után a szánt szándékkal végig úgy tudtam, hogy a futópadra is fölmegyek még edzés után, ahogy ezt szoktam, de aztán azt mondtam, hogy ma nem, mert el fogok késni különben a podcastról. De, és nem mentél fel, nem és mégis fel, ettől függetlenül, és mindez 11-kor volt délelőtt, tehát nagyon, és mégis ez a kis kedves barát, ez odajött hozzám, megsimogatott, és azt mondta, hogy jól van, gyermekem. Cselekedj lelked szerint. Szóval én már nem törődök ezzel, hogy igazam van-e vagy sem. Feloldozom magam, és akkor minden rendben van. Van ez az aviatofóbia, ez a hazugságtól való félelem. Vagy ami szögezzük neked, le, hogy nincs. Ami neked nincsen. Mitől félelem? A hazugságtól való félelem. Tehát, hogy csak az önbecsapást kéne valahogy jobban, tehát, hogy azt hazudni, mert hogyha azt hazudom magamnak, hogy tulajdonképpen minden nap iszom, de közben nem iszom, akkor azt is tudom magamnak hazudni, hogy nem vagyok rosszul, amikor rosszul vagyok az alkoholtól, és ugyanígy, amikor lecsalom a hosszokat az edzésből, akkor tudom azt mondani, hogy végül is leúsztam. Te kivel akarsz elszámolni? Vagy ki előtt, vagy ki állította fel a mércét, aminek meg kell felelni? Tulajdonképpen neked szeretnék megfelelni, csak ahogy látjuk, ez lehetetlen. De hát mert te ott az a barátod, szeretelek... a benned lakó barátod fontosabb, mint a kívül lakó barátod. De én nekem miért gondolt, hogy így meg tudsz felelni, amikor úgy szerettelek meg, hogy... hogy nem csaltam az úszásnál. Hogy a Madás téren egy lámpaoszlopot fogtunk ketten 9 órán keresztül, azt vizsgálva, hogy tényleg melege vagy hideg. Hát, meg hogy puha. Meleg és puha. Ugye ezt is én mondtam, hogy meleg és puha, mert te magadtól nem jöttél rá, meg le kellett venni rólad az oldaltáskát, ami 15 kiló, és azt se vetted le. És aztán pedig a plafonon táncoltál. Ne küzdj magad ellen. Hidd el, hogy az önön rongy emberségünkbe való feloldózás az csodálatos. De egyébként meg nagyon tisztelek, nagyon becsüllek. Szerintem, ha három pohár volt, megiszol, akkor nincs baj. Jó. A Tubi szódával jártam így. De azt nem, abban egyet se lehet. Tehát az nem ital. Én a Tubitól kaptam azt az elmúlt évben, hosszú-hosszú évek óta először tudatvesztést kaptam alkoholtól, amit én már tudok kontrollálni, meg nem volt soha ilyen bajom, amúgy se voltam filmszakadó soha, és akkor beültem egy taxiba, és egyszer csak arra ébredtem, hogy az a hatalmas robaj, amit hallok, az én fejem koppanása az ablakon. És nem tudtam, szédelektem, és nagyon furcsa volt, mert nagyon szóra, nagyon, még most is összefut a nyál a számba, olyan annyira jó volt. Annyira kívánod. És betérültem a lakásomba. A lakásom abban a pillanatban Nelson Admirális egyik hajóján volt, és mindene mozgott, és a folyosomban, mint a 8. utas a halálban, az űrhajóban, egy vergődtem jobbra-balra, hogy eljussak a WC-ig, és egyszerre röhögtem magamon, és sírtam is, mert nagyon rossz volt. Ilyenkor még be tudsz pisilni? Azon már rég túl voltam a Madách téren. Neked milyen furcsa foglalkozásaid voltak? Kicsit segítek. Én például modellkedtem, így lehetőségem nyílt arra, hogy liánként lógjak, tarzanként, és úgy igyak narancslevet, meg voltam hóda a fogpaszta reklámban, meg voltam ugye felfújhatós kolbász, meg egyszer szalámi korong. Én voltam egy napig taxis, azzal a feltétellel, hogy nem veszek fel utasokat, így kaptam meg egy autót. Aha. Voltam karácsonyi zenélőképes lap árus, szintén egy napig, és voltam csomagoló és rakodó munkás például. A következő vendégünk is volt, szállítmánykísérő, ex-teipari szállítmánykísérő. De az milyen a teipari szállítmánykísérő? Tehát a sajt, tehát egy biztonsági őr a sajt. Én valahol úgy érzem, hogy, hogy az az illető, aki ő akkor lehetett, az szerintem egy ifa jobb oldalán ül cigizve, kinézve az ablakon. Nem, majd kifaggatjuk, hogy volt, tevőlegesen részt vette a teiparban, vagy csak volt kísérte. Volt színházi közönségszervező is, és volt plakátragasztó is, ami egyébként én is voltam plakátragasztó. És volt miskolci punk is, mint azt nekem sokszor elmondta, és ami miatt viszont nagyon örülök, hogy itt van, hogy aztán egyszer csak lett újságíró, és azt én nem tudom, hogy majd a mi fiatal nézőink erre emlékeznek-e, vagy nem, de ha nem, akkor szólok, hogy én istenként fogom tisztelni életem végéig azért, amilyen újságíró ő volt annak idején a Magyar Narancsban indulása idejében, és hogy nagyon sokan
tanultak tőle szerintem, és na mindegy. De aztán Tilos Rádió, Népszabadság, Hócipő, Klubrádió, Heti Hetes, író, újságíró, szerkesztő, rádiós műsorvezető, szóval, hogy körbe van pisilve a médiatér. Igen, általa. És én még a hozzávaló viszonyomról annyit tudok elmondani, hogy igazán mélyen megértessem a hallgatókkal. Annyira szeretem őt, bár nincs közöttünk folyamatos közeli viszony, hogy én nem zuhanyoztam meg most ezelőtt a podcast felvétel előtt, mert tudom, mi az összefüggés? Tudom, hogy őt ez nem zavarja. Nem féltem attól, mint máskor. Értelek, csináljátok. Máskor sem magam miatt zuhanyzom. Nyugodtan csináljátok. Aha, jó. Köszönjük, és ez egyébként a hallgatóinknak nagyon sokat fog jelenteni majd. Hogy... Nekem van még egy személyes érintettségem vele, hogy amikor még kis hülye voltam, fiatal egyetemista, akkor valamiért az apámnak egy kutyát fogadtam örökbe, amit vele persze nem egyeztettem, és hát ami, ahogy ilyenkor szokás, utána el is kellett hoznom, és akkor kerestünk neki új gazdát, és végül is az ő anyukája lett az új gazdája a kutyának, aki az tenyeremben elfért, és aztán csak később derült ki, hogy ez egy rendes emberméretű, óriási, fekete, félelmetes kutya lett. Szia Imre! Halló! Szervusz! Na, sikerült a bejövetelit, egyeztettünk, hogy majd egyenes vonalú egyenletes mozgással kell jönni, de kell beletenni egy kis ívet, egy kis kiflit. Igen, figyelek, készen vagyok, igen. Na? Szervusz, szeretettel köszöntünk. Annyira kedves, hogy azonnal egy gyomirtóval fogadtok. Ez... Jól nézel ki. Jaj, de kedves. Mindig figyelem te a szakálladat, is, amiben ahogy, ja, te is. Szakálladban mindig te van is. Valami kreativitás. Köszönöm. Van valami kreativitás a szakálladban, mindig egyre druidásabb, ahogy telnek az évek. Igazából nem akarok leragadni annál a pillanatnál, amikor azt mondtad, hogy nem zuhanyoztál le, de azt azért helyére kellene tennünk, hogy ha előre tudom, hogy nem zuhanyozol le, akkor van egy ilyen 25 kilós vödör eukaliptuszos anális öklöző zsírom, és akkor azt behoztam volna. Én reggel zuhanyoztam, csak ezt az extra... De azóta elmentél edzésre. Az szóval, adás hogy előtt... Azt értem reggel alatt, hogy az edzés után zuhanyoztam, de úgy maga a... De szóval mi amúgy nem... mindig lezuhanyozol? Tehát vannak olyan vendégek, akik előtt kifejezetten lezuhanyozol? Általában próbálok kulturáltan érkezni ide, de most azt éreztem, hogy ha nem sikerül, Imre akkor se fog haragudni. Valahogy azt érzem, hogy az Imre engem szeret, és legfeljebb azt mondta volna, a hajós büdös, de nem baj, mert szeretem. Ne tolj túl, tehát hogy az van egy határ szerintem, tehát hogy amikor a szeretet megbicsaklik kicsit, tehát van egy olyan szaktartomány, amikor az ember azért már úgy, hát szeretlek, de azért állj arrébb, de szóval azt azért nem kell. Erre való a füst. Egyébként azt a poént kiadni, hogy a sajttól a sajtóig, az ez nagy hiba volt, de mindegy. De hogy a tejipari szállítmány kísérő dolga az volt, hogy ültünk egy ilyen tejipari szállítmány kísérő váróban, így ilyen tejipari szállítmány kísérők, és a sofőrök választottak maguknak közülünk, hogy ki megy velük, és akkor oda vitték minket a kocsiot, és mondták, hogy akkor most meg kell rakni. Tehát, hogy itt az volt, hogy a raktárból, raktárból meg kellett rakni a pótkocsisi fát, ugye az két megraknival fölött, és addig ők ugye el voltak, aludtak, meg ugye elszólalkoztak, és éjfélre jártunk dolgozni, tehát ez volt a poén. Hiszen hajnalban akit volt. Akit nem választottak, tehát azt mondod, hogy választottak közöttet. Az teljesen mindegy, az aki jó napja volt, az aludt egy kicsit. De ugyanannyit keresett az is? Az tök mindegy. Itt hogy intézted el, hogy téged nem választanak? Hát akkor alakult ki ez a szakán? Nem, én viszonylag népszerű voltam, mert hogy így nem voltam teljesen hülye, és az így meglepte őket. Tehát ott azért abban a szakmában hát nem topzódnak ott, tehát nem az van, hogy Gödel és Einstein sétál a teljes zacskókkal. És így viszonylag sokat utaztam, tehát így a szlovák határ környékén, így hajnalán, ami tök jó dolog volt. Egyébként. Ennyi évtávlatából mersz arról nyilatkozni, hogy loptál-e túró, rudit, tejet, joghurtot? Nem jutottam el odáig. Tehát láttam a technikákat, láttam, de az nekünk, én nem dolgoztam ott hosszú ideig, tehát nem alakulhatott még ki az a kapcsolatrendszer, amikor... Nem loptál, ezért hamar kirúgtak.
Nem. Az a baj, hogy ez a fajta pótkocsis ifában való étkezés menet közben, úgyhogy közben évfélre mentél dolgozni, és ez így valami... Tehát annyira szétforgácsolja az életedet, és így az egész emésztésedet, a gyomrodat. Úgy éreztem magam egyébként, mint ahogy... Egyébként az, ahogy a szülőnők hánynak, azt honnan vetted ezt az információt? Többször is láttam. Nem, egyébként nem. Tehát, hogy a nagyon ritka az, amikor így születik meg a gyerek, de általában másik végén jön. Ja, a nőnek, tehát igen. Értem. Nem akarok beleszólni. Mert mindenki virágozik, minden virág, de a hányás útján való gyermek szülés az viszonylag ritka. Én is ifákra pakoltam föl idegen nyelvű könyveket, amiért nagyon sok pénzt kerestem, mert volt már nyelvvizsgám. Noha ki sem nyíltak az idegen. Hát itt Pesten. De ragaszkodtál hozzá, tehát magyar nyelvű könyveket nem pakolsz. Nem, mert te értelmiség, azért mégiscsak előbb-utóbb értelmiségi leszek, én csak idegen nyelvű könyvraktár volt, ahol egyébként a dobozban lehettek volna kövek is. Egyszer nyitottam fel egy dobozt, amikor nyilvánvaló volt, hogy erotikus, viktoriánus angol részkarcok lesznek benne, és ezeket én maszturbációs segédanyagnak próbáltam használni a raktár WC-be, de nagyon Úristen. Átlengte őket. Na ilyen volt régen a Pornhub, hogy ilyen részkarcokat így vittek el, nagyon lassan. És igen, hát... de tudom, amikor a részkarcon eleve egy mai szemmel felöltözött nő áll háttal, és csak egy virágra mondja azt részkarcban, hogy ah... Nehéz. Igazából volt. Nem mondod semmit, de a részkarcoknál ott gyakorlatilag egyetlen nem mozognak. Te végzel most fizikai tevékenységet? Nevezzük akár végzek sportnak, vagy bármilyen? Nem, sportot nem. Azt is hallgattam, elképedve hallgattam, hogy ti ilyeneket csináltok. Főleg. De hát az András is. Furcsák vagytok ezzel, de mindegy, ahogy gondoljátok. De nem, azt nem, sportot nem végzek. Én most belefogtam egy ilyen, gyakorlatilag egy házfelújítást csinálok. Tehát napra egy éve halt meg az anyám, akinek a háza ez. És hogy ilyenkor tényleg az van, hogy például rohadt sokat beszélgettem így a halott anyámmal, miközben így a falat kapartam meg, hogy így, tényleg arra használtam ezt, hogy így helyre tegyem magamba ezt a dolgot. Tehát ez így működött. Tudom. Azzal csak kiegészítve ezt a beszélgetést, már a beszélgetés korábban elkezdődött, mert hogy élőadásban voltam, amikor így nem tudtam elérni anyámat, és helyettem, hogy baj van, oda küldtem ilyen szomszédokat, vidéken lakott, és élőadás közben jött vissza a hír, hogy már hát sajnálatos módon beállt a hullamerevség, és ugye még egy negyed órán volt hátra, azt így letoltam, majd kimentem, és azzal, ott már akkor ott volt az orvos, meg mindenki, és mondták, hogy hát sajnos részvétik sajnálatos módon, és majd jönnek délután 3:30-kor a halott szállítók, és elviszik édesanyámat, ez délben volt, és akkor így ott maradtam kettesben a halott anyámmal, és így ez ilyen 3 órás beszélgetés, az is egy érdekes, azért ez húzós volt. Én 2 éve jártam az édesapámmal így, és ugyanúgy egy lakásfelújítás következett utána. Kicsit tudom, de én nem próbáltam magam csinálni a dolgokat, mert ismerem magamat. De én is, tehát én is tök annyira hülye vagyok hozzá, csak mi arra gondoltam, hogy igazából tulajdonképpen nem is fogja nagyon más látni, csak akit beengedek. És azzal meg aláíratok előtte még a kapuban egy ilyen papírt, hogyha ilyen esetleg szóvá tenné valami egyenetlenséget, vagy valami, akkor iszonyatos következményei lesznek. Ilyenkor, amikor az ember kicsit magához is beszél, meg kicsit a másikhoz is, és, de azért érti, hogy ez egy fontos pillanat, ilyenkor megválogat, hogy megválogatjuk a szavainkat? Tehát az fontos, hogy mit mondunk? Vagy van egy ilyen felettesén, aki elbírálja? Vagy csak vagy mit mond ilyenkor az ember? Furcsa, mert hogy igazából akárkihez beszélsz, a képen speciál, akkor hallott vagy nem hallott, de hogy ugyanúgy beszélsz hozzá, mint a jelenetet, mert tájidegen lenne, meg hamis lenne, meg fals lenne, hogyha egy ilyen más hangnemet ütnél meg valamit. Ezt akartam mondani, hogy amilyen viszonyod vele de akkor volt, mire... az folytatódik. Ja. Tehát akkor ilyenkor az ember úgy beszélget, mint hogyha egy héttel előtte lenne, és csak beszélget? Ja, vagy... nagyjából igen. Igazából nem, fontos, hogy ember... fontosabb témákat érint. Igen, és például olyan dolgokra elég fontos figyelni, hogy pénzt már nem illik kölcsönkérni ilyenkor, meg olyasmit mondani, hogy igazából... Meg mindig... csak eldöntendő kérdéseket szabad például feltenni. Tehát meg hogy szarul főztél világéletedbe, éneket már ilyenkor nem... Tehát valami kegyesség. Jó, speciál betalált. Szóval mindenki az anyja főztét dicsérte, az én édesanyám olyan borzasztóan főzött, el nem tudom mondani. Szóval kellett volna az enyém, az én édesanyáméből lenni, de ezt halkan mondom, mert még eljut a füléhez az Erdős Gyuszin keresztül, akit itt kérek, hogyha ezt véletlenül hallgatja, akkor ne mondja anyámnak. 3 dolgot tudott anyám igazából csak megfőzni, és azt a 3-at is nagyon szarul. De emlékszel arra, amikor
még ettél-e még úgy a főztjéből, hogy nosztalgikusan azt mondtad, hogy úristen, ez az a régi szar. Igen. Ugye, hát, hogyne. Hogy az a hazamentem... Van egy varázsa. Igen. Igen. Én anyukámnak van egy szerinte milánói makarónia, amire ugye a TikTokon megy ez most, hogy olaszok felháborodnak, hogy mit neveznek ételnek. Konkrétan megtámadná Olaszország anyámat ezért a milánói makaróniért, de azt a vizes, nem al dente, hanem al pepe túlfőzött. Az jó, mindig jó a túlfőzött, én rizsbe szeretem. Darált húszal, és amikor legutóbb ilyet ettem, akkor könyv szökött a szemembe, hogy Istenem, hát ez még igen. Van. Igen. Ez a szar. Mert hogy igazából tényleg a szüleink halál után nem fogunk találkozni ezzel a fajta szaréttellel már. Egy másfél évvel biztos fogunk, de és nem tudjuk megcsinálni. Tehát hiába próbáljuk, hogy így alúgy elcsesszük. Nem, én lehet, hogy nem megy. Én, nekem lehet, hogy sikerülne. Ó. Én a legegyszerűbbeket is úgy el tudom baszni, hogy nem hiszed. És hogyha a végig, mert ugye improvizálok, és ilyenkor előkerül a kurkuma, mindenféle masszalat, tehát általában ázsiai fűszerek. Mind ez a dobos tortánál. De hogy igen, tehát hogy gulyáslevesnél is. Szóval azért olyan és alantas, kompenzálom sóval, azt megpróbálom letörni cukorral. Olyan alantas alapanyagokat nem tud a világ már produkálni, mint a szocializmusban léteztek zöld húsok, tésztának hazudott dolgok. Más szempontból volt tiszta. Sajtnak hazudott igen. Dolgok voltak a legizgalmasabb. Ezt te már csak tudod, hát hiszen kísérletted őket. Nem, a sajthoz nem engedtek még az egyszerű termékek, csak a tej, kokó és a... Sajthoz és nem engedtek még. Egyszer vihettem vajat. Én egyszer majd, ha az életedről a Kossuth Rádión egy ilyen... Szóval nem tudom, hogy a fiatal Parakovácsot ekkor még nem engedik sajthoz. Igen. Hosszú nézd, éjszakákon átül. Nem akartam sajtkísérő lenni, de... És ez az, amikor végre sajtot kísérhet az ember, az egy csodálatos pillanat. Tehát akkor érzi, hogy már innen nincs följebb. És egyáltalán most kicsit nagyot ugorva, te valamit akarsz még az életben? Most, hogy már vajat is ettél, és a sajtot is elkísérted? Nem ettem vajat, tehát így azt azért mondanám, hogy így önmagában sose ettem vajat, de hogy én sose kísérhettem sajtot. Tehát ezt nem jutottam el odáig. Tehát láttam másokat, hogy sajtot kísérnek, meg meséltek róla, hogy milyen sajtot kísérnek. Figyelj, Imre, megírom neked, ha legközelebb valahol sétálsz, eszedből felhívsz, én odaszaladok egy sajttal melléd, és kísérheted. Az nem ugyanaz? Óhatatlanul láttam azt, amit te szerintem parkolásnak hívtál, amikor ide megérkeztél, de hát valójában az a... Hát 4-5 iskolás gyerek maradt a kerekeid alatt. Szóval, hogy... De hogyha egy pótkocsi sifával állnál oda, ami tele van sajttal, és azt kísérhetném, hát az azért, ja. Jó, hát mi budapesti puhányok, ennyit tudunk szemben veletek, kemény miskolci pánkokkal. Ahogy azt mi mondtuk, ugye csak a vesztesek gyúrnak, mi erősnek születünk. Hoztál nekünk egy problémát? Sajnán, igen, tehát azt szeretném elmondani, hogy nem, ez itt volt, ez a baba. És hogy igazából hülyeség kinyitni, mert én írtam fel, tehát pontosan tudom, mit írtam fel, nem kellene kivenni, de gondolom ez egy ilyen vizuális körítés ennek a műsornak, hogy ember elővesz egy szetlit. És... Komolyan mondom, még a Puzsérral is könnyebb volt. Kőhalmival volt még ilyen nehéz, aki azt hitte, hogy mi nem hisszük el, hogy ő írta rá, tehát hogy nem értette, hogy miért kell bizonyíték azért, ami, tehát hogy ő azt hitte, hogy ez egy bizonyító erejű eljárás, hogy oda hogy látod, le van írva, de hogy mivel ő írta, ezért azt hitte, hogy mi nem hisszük el, hogy ő nem hiszi el, hogy érted? Te érted? Én értem, mert itt voltam, nem. Különben nem érteném ugyanúgy. Neki vannak ilyen gyilkos szünetei, nem? A kőhalmiban az a jó, hogy ő pontosan mindig 2 másodpercet hosszabb szünetet tud tartani, mint amit még ki lehet bírni. A zseniális. Érdekel benneteket a probléma? Igen, csak mellesleg. Ezért hívtunk meg a műsorban. Ja, de jó. Tehát azt írtam, úristen, mit írtam? Azt írtam, hogy elállítódott a párkapcsolati radarom. Ez a most állítódott a párkapcsolati radarom. Nem most állítódott el, nyilván már régebben állítódott el, hisz problémaként jelentkezik. Ha most elállítódott volna, akkor azt nem tudnám, hisz most éppen nem vagyok egy olyan helyzetben, hogy a párkapcsolati radarom a szükség. Nem úgy értem, hogy pont most, hanem ja, mostanában, nem. Tehát hogy most nem régiben állítódott konkrét el. Időpontja van, az az ijesztő történet, hogy nagyon-nagyon sokáig
nagyon jó volt a párkapcsolati radarom, tehát tudod, Hajós ezt jobban érti, tehát mi azok az emberek, akik hát nem a, tehát mi általában nem a strandon csajozunk, mert hogy így, mi azok a típusok vagyunk, nem akarlak minden nap bevonni ebbe a csapatba, de körülbelül de ott vagyok, oda harmadik szerettem. Mondat után lesz jó alakunk. Tehát azt, ha megvan a három, ha el tudjuk mondani a három mondatot, onnantól jó alakunk van, onnantól már mindegy, visszük a nőt, tehát nincs vele gond. De hogy hát addig meg azért harcolni kell, és hogy, tehát így igazából csodálatosan működött a párkapcsolati radarom, és hogy nem választottam bele ilyen nagyon rossz dolgokba. Magyarán azt a radarod és... segített abban, hogy te megtaláltad azokat a nőket, akik végül is igazából neked valók, és ebből értékes kapcsolatok születtek? Utaljunk vissza egy pillanatra arra a momentumra, amikor kedves kolléga megemlítette, hogy az alkohollal kapcsolatos fenntartások születtek meg ebben a házasságában, és akkor magamban mosolyogtam kicsit, hogy ő még nem tudja, hogy igazából ez tudod, vannak egy költőnek zsengéi, fiatalkori művei, hogy az első két házasság az csak próba, az, jó, az egyáltalán nem. A harmadiktól kezdődik az igazi, nagyjából. Én négyen vagyok túl, tehát nagyjából tudom, miről beszélek. Szóval, hogy tökéletesen választottam. Tehát az volt, hogy, és ezzel azt értem, hogy amikor egy kapcsolatnak valamiért vége lett, akkor mindig én voltam a fasz benne. Tehát én rontottam el, elszúrtam, tényleg elviselhetetlen mondtam. De ezt te is beismered, hogy te voltál a fasz, vagy igen, ez, de a, mindig, vagy ez a narratíva? De a, mondjuk a lényeg, amit akarok mondani, ezek az, hogy mindig olyan, de ne, mindig jó csajt választottam, akivel nem volt ilyen baj, és én voltam nagyon nagy faszfej, uh-huh. aki mindig tönkre vágt ezeket a kapcsolatokat, és egyszer csak, amikor elállítódott ez a radarom, és ez konkrétan a 2018-ban volt, amikor eltett, és onnantól kezdve olyan választásaim voltak, olyanokban nyúltam bele, amiben előtte soha, egyszerűen elmúlt az a skillem, az a szuperképességem, hogy meg tudjam állapítani előre, egy bizonyos idő után, hogy alkalmas-e az a nő arra a feladatra, amire én kiszemeltem, azaz társam, vagy bármi kapcsolatom. Magyarán az történt, azt mondtam, igen, és nem volt. Igen. Magyarán nem egy hosszú idő alatt kellett elbasznod, hanem rögtön el volt baszva az nem, elejét. Konkrétan azt semmilyen sorsban, meg egyébként ilyenekben nem hiszek, de egy kicsit úgy tűnt nekem, hogy 50x évesen azt az összes geciséget, amit az életem során nőkkel szemben elkövettem, azt most így sűrítve kapom vissza, így, mint egy ilyen géppisztoly sorozatot. Tehát ez is furcsa volt, mert csak néztem, hogy Jézusom, megint. És hogy ilyen rohadt nagy mellényúlásokat csináltam. Ez természetesen elmúlt, a mostani kapcsolatom tökéletes, tehát megint visszataláltam a helyes útra már, de ja, voltak problémák régebben. Tudsz erre példát mondani? Hogy ugye ez csak a külföldi vissza... interneten lesz föl. Természetesen jó. A civil betűsen. Tudsz erre példát mondani, hogy működik az, amikor az ember a geciségét visszakapja? Hú, hát te ugye sose voltál nőkkel, úgyhogy nem is tudod ezt igazából pontosan, hogy milyen menet ez, de hogy hát van az, hogy valaki, tehát van egy párkapcsolat, és az egyik egy picit talán lazábban fogja föl. Nem gondolja annyira komolyan, nem köteleződik el annyira egy kapcsolatban. Tehát, hogy így... Szóval nagyjából 24 órából olyan 23-at kurvák és kokain társaságába tölt, miközben otthon az ő társa várja. És akkor, amikor ezt így visszakapod, azt akkor azt észreveszed, hogy akkor hogy cserélődtek fel a szerepek. Dicséretes, amikor valaki belátja magáról, és egy bizonyos idő után ilyen típusú férfiak, vagy arra kényszerülünk, hogy még nagyobb erővel tapossunk szét női lelkeket, tehát valaki vagy arra menekül abba az irányba, hogy igazi gonoszszá válik, vagy jobb eresztésűek talán, mint mi, megriadnak, és akkor elkezdik átgondolni és rájönni, hogy mit hibáztak, de hogy közben még most is a szemedbe látok egy kis csillogást, mintha ez az illető, aki a geciségeket elkövette volna, ez azért egy aranyos csibész lenne a te memoáriaidban, nem? De nem direkt. Tehát ilyenkor nem az történik, hogy te pszichopata vagy, aki abban leli örömét, hogy rosszat tesz másokkal, és akik emiatt nagyon rosszul érzik magukat, és kiborulnak. Ez csak egy járulékos probléma. Te valamit csinálsz, amit nagyon szeretsz, és emiatt otthon sírnak. De hogy ezt nem úgy, te nem azért csinálod azt, amit szeretsz, hogy sírjanak otthon, csak ez így sajnos így ezzel jár. Tehát, hogy természetesen nem gondolod azt magadról közben, hogy te egy rohadt szemét alak vagy, hanem azt gondolod, hogy te egy nagyon kedves, szimpatikus, intelligens fiatalember vagy, aki hát nem tehet róla, de hát minden olyan sikerei vannak, amiket nem, igen. Hogy azt mondod, hogy radar, meg hogy egy idő után elromlott, hogy te
egy olyan társat kerestél, aki ezt az egész csomagot, amit te hordozol, úgy, ahogy van, elfogadja, és ezzel együtt tud élni, igaz? Hát nyilván. És ez a csomag olyat, legelején aki... megmutatkozik? Vagy, ez a, vagy ezt a csomagot kibontják? Szóval nekem nincs demo változatom általában. Én úgy rögtön az elején, hogy nagyjából azt mutatom, ami vagyok. Ezzel nincs probléma. Tehát már az első nap egy óra után felállsz, és jössz másnap egy órára, hogyha maradunk ennél a 24-23-as. Ez a baj, hogy belassulsz idővel, te ezt még nem tudom, milyen ez majd, hogy egy kicsit belassulsz. Tehát már leülsz, és ott maradsz. Meg így nem akarsz azonnal, tehát összeköltözünk, és akkor elnézést, majd éjjel kell mennem valahova. Tehát nem rögtön az első napon jössz ezzel, hanem egy csomó dolga, hogy rá türelmesebb vagy, meg így oda. Úgy megjelennek a nyomokban az empátia a viselkedésedben, tehát mintha figyelembe vennéd, hogy ő éppen hogy mit érez abban a pillanatban. Igen. Ez később aztán nagyon megbánod, de mindegy. És hogy ezek a dolgok így megjelennek, és akkor azzal szembesülsz, hogy hoho, hát akkor én most megkezdek ilyen jó fej lenni, meg így tényleg már abba gondolkozom, hogy már milyen klassz lesz, meg hogy meg az aranylakodalom, és akkor egyszerűen kapsz egy olyat, hogy tudod így, hogy a zuhansz a hintaszékkel. Te mit gondolsz a hűségről, mert ezt a szót járjuk körül, amivel nekem ezzel a fogalommal nagyon-nagyon sok harcom volt. Nagyon sok harcom volt, nem abban az értelemben, hogy betartani, nem betartani, hanem nagyon sokat kellett ezen örlődnöm, hogy mit gondolok. Nagyon megfeszített, két irányba vitt. Voltak olyan korszakaim, amikor tagadtam, hogy erre szükség volna, mert ez lehetetlen, hogy ezt az ember betartsa. Voltak korszakaim, amikor csak egyszer magamat éreztem gyengének ahhoz, hogy én erre képes legyek. Egy pillanatig se voltál soha hűséges, azt akarod mondani. Az utóbbi időben lettem, mert megérte. Most már az vagyok, de azelőtt nem nagyon. Ez egy kicsit olyan, mint egyszer meghívtuk a Sasát, a Sex Action énekesét egy beszélgetésre, és éppen az új barátnővel X ideje voltak együtt, és elkezdett sztorikat mesélni, és mindent vissza kellett datálnia, tudod, hogy nehogy egybeessen az volt az időszak, ami együtt voltak, és amúgykor, amikor egy évet, igen, most már nincsenek ilyen problémák, ez klassz egyébként, most én már sokáig, tudsz hű lenni. Sokáig azt gondoltam a hűségről, tehát az életem túlnyomó részében azt gondoltam, hogy nem létezhet olyan fogalmi rendszer, ami az én testem szabadságát, az én libidóm üzeneteit felülírhatja. Belemeltünk, hogy mit értünk hűség alatt. Én végig hű maradtam önmagamhoz, bármelyik házasságomra gondolok, tehát hogy igazából, de voltak ilyen hosszú monogám periódusaim, és nem azért, mert hogy nem tudom, úgy alakult, vagy mit tudom, de tényleg léteztek ilyen dolgok, hogy ő végig ezt fogja csinálni egyébként majd a műsor, tehát egész idő alatt. Mennyi ideig tartott ez a leghosszabb monogám időszakot? Nem, ezek ilyen 10-11 évek, tehát hogy abszolút működik. És mit adott a... Tehát az is biztos, hogy adott valamit, hát nem véletlenül hogy csináltad ilyen hosszú ideig. Hát, tehát, hogy megbántad-e később, hogy hűséges volt? Ja, nem, abszolút nem. Hát egyrészt, hogy ezt szeretném leszögezni, hogy minden házasságom nagyon jól sikerült. Tehát, jó, hogy ez már az. Hogy hát nem volt köztük olyan, ami rosszul sikerült volna, másrészt meg az úgy néha, az tök automatikusan jön. Tehát, hogy De hogy érted, hogy jól sikerült? Nem, hogy ezt én képzelem, hogy a jól sikerült házasság az megmarad a házasságnak? Vagy azt mondod, hogy nem ez szükségszerűen vége van, ez egy periódus, és ez jó periódus? Nem gondolom, hogy szükségszerűen vége lenne egyáltalán, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyan házasságok, amik tényleg így, amíg a halál ellen választik. Van egy olyan típusú kapcsolat, amikor van egy íve, és akkor így tehát érzed, hogy vége, semmi rossz nincs, nem történt semmi megbocsáthatatlan, semmi konfliktus nincs. Egyszerűen így, ez a fáradásos törés. De régen a házasságra ebben a pillanatban azt mondták, hogy igen, ilyenkor kezd nehezebbé válni, de szó sincs arról, hogy ettől véget érne. Vannak technikák, amivel emberek kitartanak egymás mellett, elviselik, újra dolgozzák. Ez nem egy pótkocsis ifa, amit ugye beröffentetettek hajnalban, mentek a szlovák határ felé, és aztán kanyarodik az út, akkor oda kéne ülni a kormányhoz és eltekerni, nem? És akkor, hogyha nem tekeri az emberrel a kormányt, akkor... Okoskodik a csávon? Tanácsok, tehát párkapcsolati tanácsokat ad, jól értem? Nem, kérdéseket tesz föl. Azért óvatosan. De nem, tényleg én azt mondom, hogy létezik olyan, aminek rendelt ideje van. Tehát szerintem van olyan kapcsolat. Bármit csinálsz, annak vége lesz.
Hát ha bármit csinálsz, az talán túlzás, mert akkor tényleg az András által mondott, tehát igen, és akkor most akkor tudjuk, hogy most egy hullámvölgy következik, de tudjuk, hogy jön, hát a tökömet érdeklik a hullámvölgyek igazából, tehát én azt így kihagynám. De hogy ez csak a gyengességem jele, meg igazából a kitartásom hiányáról szól, meg arról, hogy a könnyebbik megoldást választom esetleg ilyen helyzetben, vagy választottam. Mert az a könnyebbik, hogyha... Hát lelépni, persze. Igen. Abszolút. Hát valamikor nem az. Tudom, nem, én nem váltam még. Abszolút. Hát egy embertől az első szerelmeddel ez, akivel találkoztál? Egyáltalán nincs erről szó, csak a többieket nem vettem el. Hát jó, de elválni úgy is lehet, hogy nem veszed el, tehát hogy már úgy nem szakítás. Ja, hogy szakítani. Ja, most... hát nagyon sok mindenkivel szakítottam, persze. Na hát az igen, az jó. Ja. Picit a radarra visszatérve, mert egyébként most elkezdtünk 150 ezer éves problémákat úgysem tudni megoldani, de erről is lehet beszélni. De a radar pillanatra, hogy te mindig jól választottál egy darabig. Létezik olyan, hogy ha az ember őszintén kiteszi a csomagját, mármint a lelki csomagját, és akkor azt egy ember megérti a másik. Tehát lehetséges ez a modell, hogy figyelj, én velem ez lesz a baj, látod, ilyen meg ilyen vagyok, hisz így ismertél meg, hisz látod, most milyen állapotban vagyok, és ez így fog maradni. Ezt elhiszi egy másik ember? Egyébként furcsa, mert ugye nyilván, amikor azt gondolod, hogy teljesen őszinte vagy, és most tényleg azt mutatod, aki vagy, akkor is azért egy picit azért megpróbálod magad azért jobb színben feltüntetni. Tehát ez nem jössz rögtön elő a legdurvább pillanatokkal, amik majd esetleg bekövetkezhetnek, de hogy nem biztos, hogy bekövetkeznek. Hanem ilyenkor az van, hogy ha nem is egy demo változatot mutatsz magadról, de egy valamivel jobbnak mutatod magad, mint általában. Bocsánat, muszáj narrálom, hogy miközben, aki esetleg hallgatja ezt podcast formájában, az nem vette észre, hogy bejött egy láma és pávatól akar csikisztő vendéget, aki ügyet sem vetett, fülebotját nem mozgat. Gyakran az első ilyen vendég. Ezzel precedens teremtve, köszönjük, hogy így lesz a láma fogát kihúzni. Ebben a hónapban a harmadik láma jött be pávatollal, és hogy már egy kicsit unom ezt a dolgot, de ugye. Ahány ház, annyi szokás, szóval... Szóval hogy... kicsit jobbat mutat az ember ilyenkor, még akkor én a Tilos Rádióban dolgoztam, könyörgöm. Hát ott nem egy láma jött hát, be, tudom, érted? Sok a láma. Tényleg, csak. Olyan volt, hello, váltsál már zenét, mondta csávó, azt úgy meglepődött, hogy kiesett a kezéből a fecskendőet, szóval azért más történet. Igen? Szóval, hogy akkor az ember egy picit, amikor azt hiszi, hogy őszinte, akkor is csomagol? Biztos, egy picit. De abba kor segít, hogy azért, hogy mennyire. Mert elkezded rájönni, hogyha most túl jónak mutatod magad, akkor mit fognak tőled majd számon kérni, hogy akkor legyél olyan, és hát rohadtul nem akarsz lenni. Tehát már nem tolod túl ezt a dolgot, de egy kicsit finomítasz a dolgokat. És a visszatérve kérdésedre, igen, valaki ezt, aki ezt azt mondja, hogy ő ezzel így, ja, ő ezzel kompatibilis. Volt olyan az életedben, tudod, aki valóban nem lepődött meg? Aki azt mondta, hogy ja, látom, jó, mondtad. Ja. Az előtt le a kalappal. Hát, ja. Az a házasságom is nagyon jól sikerült. Mi lett volna? És ebben a modellben van a te modelled, vagy ebben hol a helye annak, ami egy általános fogalomrendszer, én magam elhatárolom tőle, én majd megváltozom a kedvedért. Kölcsönösen változunk. Egymásra hatunk, és majd igen, nekte olyan voltál, de akkor látod, hogy az nekem nem jó, akkor én olyan cserébe, én ilyen leszek, hogy te neked jobb legyen, és így együtt fölváltozunk a mennyországig. Nem, az, hogy ugye van egy két dolog, hogy én majd megváltozom, és akkor az neked milyen jó lesz, vagy majd mellettem te majd megváltozol, mert én olyan vagyok, aki mellett megváltozol. Ez ugye nyilván tudjuk, hogy ez nincs. De az, hogy közösen változtok, az egy létező folyamat, mert hogyha egy bizonyos ideig együtt éltek, akkor valóban elindul egyfajta ilyen közös változás, hogy kicsit így mindenki. Ez jó, az normális. Te éreztél olyan hatást valakitől ebből a négy házasságodból, vagy egyéb párkapcsolatokból? Háromról beszéljünk, mert háromra emlékszem csak. Hogyha visszagondolsz, akkor jót tett neked az a változás, ami közben bekövetkezett, esetleg egy maradandó pozitív változást hagyott benned egy ember? Gyakorlatilag mindegyik. Tehát, és most nem ezt viccet félretéve. Tehát azért általában az ember egy kicsit más, hogy ha kettesben él valakivel, akkor úgy máshogy él, mint egyedül. Gondolj csak magadra. Tehát, hogy akkor azért, igen. Lemetszegettek olyan kinövéseket így a személyiségemről, ami tök jó. Tehát valószínűleg már engem is idegesített van egy idő múlva. És a radarnál maradva, hogyha csak a radarról beszélgetünk, akkor egy-egy ilyen
együttélés, amiben azért változtál is egy kicsit, az állított a radaron is, vagy a radar maradt tök ugyanaz? Fú, az furcsa, tehát van ez a pillanat, nem tudom, neked, ugye neked rég volt már nagyon hiszter, nagyon, te is már nagyon régóta élsz egy boldog párkapcsolatban, de hogy emlékszel arra a pillanatra, amikor, a kiválasztás pillanatára, amikor valaki meglátsz, és azt gondolod, hogy hát lehet, hogy nem, hogy esetleg így, ő az igazi, ugye, hogy pontosan fogalmazunk. Ez egy nagyon furcsa pillanat, hogy ezen nagyon sok múlik igazából. Ez olyan, mint az indulólap a pókerben. Tehát, hogy gyakorlatilag mindent meghatároz már utána a későbbiekben, a licit körökben és az összesben. Hogy ha jól változ az induló kezet, akkor azért ugye eléggé kisebb. Hát mondjuk ezt pont a tegnap éjszaka után nem kellett volna mondanom, de mindegy. Jó, szóval, hogy... De 7-2-vel is lehet partit nyerni. Igen, de nagyon hagyjuk, ez most nem borzasztó volt az éjszaka ebben a szempontból, úgyhogy nem, más hasonlatot mondok. Olyan ez, mint a nyitás a sokban. Szóval, hogy igen. De hogy tényleg szó, hogy akkor nagyon fontos, hogy ugye nyilván akkor, főleg mert a kommunikáció, mert hogy tehát nem biztos, hogy annyira olyan közelről nézed a helyzetet, mint ahogy kellene, akkor olyan apró jelekből kell következtetned, hogy valami lehetséges, ami igazából nem is tudatos. Ez a választás szerintem, és ott lehet nagyon elszúrni a dolgokat. Egyszer volt egy barátnőm, akivel azért szakítottam, hogy ment el tőlem reggel, és a körfolyosón, a 90 fokos szögnél úgy fordult, hogy belépett az eredeti irányba, és egy sasszéval arrébb fordult. És ez a mozdulat, ez olyan volt, hogy utána, tehát itt én beleláttam az egészet, hogy aki így sasszézva fordul 90 fokot, azon nekem nincs közös jövőm. És aztán végül valami más találtam ki, hogy miért szakítottunk, hogy miért szakítsunk. De erről szakemberről így beszéltél már, hogy a sasz... Nem kellett. Nem de ezt jobb lett volna. De kellett. Hát, hogy miért is szakít az ember egy sasszé miatt azért. Mert ebben benne van minden, a sasszé, hogy... Én szerintem, ha nem párosul karlendítéssel, akkor egy sasszé fölött még el lehet csúszni, de nem, én nem voltam ott. Nem, ebben benne van minden. Amiről mesélsz, az egy bölcs... amúgy is önreflektív, intelligens nyelvhasználatában fejlett, és most már életkora miatt bölcsülő félben levő ember visszaemlékezése, de hogy például foglalkoztatnak-e olyan sebek, amiket másokon ejtettél? Hát ez a borzasztó egyébként tényleg, hogy amikor így megjelenik az empátia az ember életébe, ha szerencsében van, jó későn, tehát valamikor 50 fölött, amikor elkezdi foglalkoztatni azt, hogy a másik is érez, de furcsa nézd, és akkor igen, akkor utólag igen, elindul egyfajta ilyen visszamenőleges gondolkodás, hogy Jézusom, mit csináltam azzal, és akkor az úgy néha nem jó. Az és ezzel mit kezdesz ilyenkor, hogy megkeresed őket, és azt mondod, na nem, azért nem esett. Álljon meg a menet, gyerekek. De amikor unkma már nem lehet Facebookon gyermekeivel pózoló képes anyákat felhívni azzal, hogy figyelj, a Flintstone diszkó mögött, amit csináltam, azért ne haragudj. Tehát ennek már nincs értelme. Ja, és a kiégettség egyik legbiztosabb jele az, amikor az első randin azon gondolkozol, hogy de jó, mit csinálok majd a testrészekkel? Nagyon szeretsz dark lenni, miközben, és az a helyzet, hogy az ember csípőből mondaná rá, hogy de belül azért te nagyon érzelmes vagy, de szerintem nem. De igen, de igen, egyébként tényleg. De tényleg foglalkoztat ez a kérdés. Nyilván visszamenőleg az ember nem, ugye van ez a 12 lépés az alkoholistáknak, hogy és kérj bocsánatot azoktól, akik izéval, biztos működik ez, én azért olyan messzire nem mentem. Van egy volt barátom, akivel nagyon sokáig voltunk együtt, de valami 7 éven keresztül, és egyre messzebb merészkedtem, és olyan dolgokat tettem meg vele, amiket soha nem tettem volna meg. Ezek olyan borzasztó dolgok, én egyszer végre hosszú fűzés után egy lány úgy döntött, hogy mégiscsak feljön hozzám, és akkor feljöttünk hozzám, és mondjuk elfelejtettem, hogy van egy nő a lakásban. És ott volt egy szegény szomorú nő egy szobában, annyira durva, kínos, nagyon szörnyű. Na igen, szóval, hogy nagy gonoszságunkban megcsináljuk ezeket a dolgokat, aztán ebből tanulunk, és ez kurva régen volt. De, hogy hova akarok kiukadni, hogy utána sokat, egyébként évekkel később bocsánatot is kértem tőle, amíg én vele úgy viselkedtem, ahogy nem viselkedik ember, stb. Én azon keresztül tanultam meg, hogy hol vannak a saját határaim, mert hogy mennyit hagy a másik. És oda akarok kiukadni, hogy
évtizedekkel ezelőtt volt, és most látom, hogy ő kifejezetten keresi azokat a helyzeteket, amikor ő vele meg lehet tenni olyan dolgokat, amikben ő kifejezetten alul marad. Tehát tökéletesen teljesen tönkretetted a nőt és egy ilyen. Nem, de nem, nem. Hanem, nem hanem, hogy benne van az, hogy ő nagyon szeret áldozatnak lenni, és gyakorlatilag kiprovokálta sok esetben. Hát most már benne van. Mert hogy beleraktad. Most az én nyakamba. Hát de nyilván, már ne haragudj, de éppen tönkretettél egy életet, és arról mesélsz, hogy szegény azóta, amióta veled ilyen hosszú kapcsolatot ápolt, azóta nem tudom, a keresi a késdobálót, aki hunyorog vagy, szóval. De én azt gondolom egyébként, hogy nem, tehát hogy egy 20 éves embernek már van valamennyire kialakult személyisége, tehát nem hiszem, hogy én tudom belőle kihozni azt, amit előtte mondjuk a család vagy a közvetlen környezete ne hozott volna ki. Egy 20 éves embernek semmiféle személyiség. Jó, akkor geci vagyok, tessék, tönkretettem. Jó, igen, akkor én is tönkretettem. De ez jó, ez jó tudatosítani. Tehát az, nekem is az egy forradalmi élmény volt, amikor erre így visszatekintve rájöttem, hogy végén voltam a hunyó. Tehát közben meg így kerestem az okokat, meg tényleg belementem a dolgokba, és dehogy ez egy faszfej voltam. Akkor ez a tudat, hogy faszfejek voltunk, és ezt beismertük. Magunknak, ez a... persze nem nekik, hát nyilván. Magunknak, hogy teljesen mindegy. Magunknak teljesen. Néha nehezebb. De hogy ez segít abban, hogy állítsunk a radaron? Vagy ez segít abban, hogy jobb fejek legyünk a többiekkel? Ja, egyébként most egy picit komolyan. Tehát, hogy persze segít, tehát igen. Tehát idővel azért... Egyrészt nem mindig tudatos ez a zajasság, amit az ember elkövet. Tehát, hogy tényleg van az, amikor csak egyszer jól akar érezni magát, és nem érti, hogy most miért zokog az a nő ott, azért, mert felvittem még egyet. Hát most érted, mi ezzel a baj? De hogy most nem konkrétan, de tényleg van, amikor nem tudatos ez. És amikor az ember rájönnek, azért tényleg megpróbálja elkerülni. Tehát azért abban nem jó sportot üzni, hogy látod, ilyen nők maradnak utánad, akik innentől kezdve mindig alig várják, hogy olyan ember talán, hogy veri őket rendszeresen. Hát ez szomorú azért. És akkor ezt nem szeretnéd még egyszer. Szerintem. A tisztesség kedvén muszáj még, hogy ez nem mielőtt teljesen Samantha Fox-szal és Schwarzeneggerrel kiplakátozott 90-es évekbeli autószerelő öltöző szagúvá válik a beszélgetésünk. De szeretném megkérdezni, hogy ti tisztában vagytok-e azzal, hogy nagyon tárgyasító hangulatú, azt hiszem, ahogy beszélünk, a múltra, kicsit kérkedve, önkritikusan is mondom ezt, fölvittem még egyet, a csajok, ők, meg mi, hogy ti tudjátok-e, vagy találkoztatok-e életetek során, vagy te, azzal, hogy milyen ugyanez női oldalról, mert vannak vadnők, vannak hozzánk, amilyenek voltunk, ahhoz hasonló nők is, és mit gondoltok arról, hogy valahol... De figyeltetek arra, amiről beszéltem? Hát ez a problémám, hogy ez 2018 óta ezt kapom vissza. Tehát pont ez a problémám. Azzal jöttem ide, tudod, a probléma című műsorban. Értem, hát ez volt ráírva a cetlire. Igen, tapasztaltam, most az szopok. A nő, igen. Az meg a illetve, nő... bocsánat, még csak egy tehát, hogy még mielőtt dühös emberek táblákkal tüntetnek, és be kell zárnunk ezt a műsort, hogy itt nem férfi-nő relációról van szó, hanem párkapcsolati, tehát lehet a másik oldalon férfi is, vagy nő, vagy tök mindegy. Igen, pont ezt az egyensúlyt akarom, igen. Amit mindannyian tudtok. De ez most kezeljük axiómának, tehát akit sért ez, ahogy beszélgettünk, azt kapcsoljon a következő epizódunkra. Csak én azt az egyensúlyt akartam hangosan és látványosan kimondatni, hogy akkor mit gondolsz egyébként azokról a nőkről, akik most esetleg ugyanazt csinálták. Tehát kimondhatjuk-e azt, hogy ha mi így elbeszélgethetünk arról, hogy hú, mit csináltunk mi, hogy felvittünk még egy nőt, akkor egy olyan csaj, aki, nem direkt egyébként, aki akaratán kívül más férfiakkal is van, és többel egyszerre, adott esetben az egyiktől akár pénzt is fogad el, mert miért ne, és öltözteti, eteti magát, a harmadikkal elutazik, a negyediknek azt hazudja, hogy nincs senkie, és akkor még mondom, hogy erről akkor ők ugyanolyan kedvesen beszélgethetnek valahol erről, mint mi? Hát egyébként alapból persze. Úgy jó egy kapcsolatban lenni, hogy a te csomagodat elfogadja valaki, aki nem csinálja ugyanazt, amit te csinálsz. Ezek szerint számodra kényelmetlen úgy lenni egy kapcsolatban, hogy valakinek egy ugyanolyan hozzád hasonló csomagja van, és ugyanazt csinálja. Magyarán rosszabb úgy hazamenni, hogy az is benne van a pakliba, hogy ő is mással dughatott. Ja, nem, a sokkal rosszabb, amikor hazamész, és látod, hogy otthon van, és hogy rendes. Már megint hazamész, és még megint otthon van, és rendes. Tehát ez sokkal rosszabb, mert akkor bűntudatlan. Miért szembesít a mi sötét oldalunkkal? Igen, nyilván.
Tehát, és most nem arról van szó egyébként, hogy két azonos habitusú ember él együtt, és akkor ezzel meglepődök, hogy nézd már, ők is tudnak ilyet, hanem az van, hogy én most már egy ilyen visszahúzódó, érzékeny, odafigyelő, és hát mindenképpen kulturált, gyakorlatilag kispolgári életre vágyom, amit én nem tudok megvalósítani, mert ez olyan társakat találok magamnak, akik nem tudom, az a hobbiuk, hogy mit a esténként vagdalják magukat, és arról azt mondják, hogy a vér az én anyám. És akkor ez így meglepi az embertest, először, egyszer, kétszer, harmadszor nem lepi meg. Ez már az új radar egyébként? Ja, ez csak az egyik epizód a kapcsolataimból, amikor valaki éppen ezzel vigasztalta magát, de hogy mindegy, szóval, hogy akkor ezt nem azt gondolod, hogy hát ilyen, virágozzék minden virág, hanem azt, hogy hát tessék, én készen állok most már végre 59 évesen ugye egy kapcsolatra, egy rendes, normális, érted? És akkor tessék erre meg. Biztos, hogy kell egy rendes, normális kapcsolat? Ér arról beszélni, arról az axiomáról, hogy feltétlenül deficitesnek tekintjük-e azt, aki mondjuk azt mondja, hogy egyedül jobb lenni, arra azt mondjuk, hogy... még nem találtad meg az igazit. Ja, biztos csak sokat sérültél. Hát nem, hát nyilvánvaló azt magamra nézve, azt azért ugye ez alatt az időt felmértem, hogy szerintem azért nekem jobb lenne, ha én egyedül lennék. A világnak is, meg nekem is jobb lenne, ha én egyedül lennék. De akkor miért nem vagy egyedül? Voltam sokáig, tehát hogy azt vettem észre, hogy például nagyon érdekes módon kialakul, elkezdenek ilyen rigolyák. Neked fiatalkorodóta vannak, de hogy nekem később kezdtek el kialakulni ilyen rigolyáim. És elkezdtek zavarni, amikor ebbe a térbe bejöttek emberek. Érted? Teljesen mindegy, ki volt ez így. Igen. Mikor menj már el, hogy most miért mozog, meg lélegzik. És a lélegzés nagyon zavar. De ettől rohadtul megijedtem, és tudtam, hogy ilyen macskás nénivé fogok változni, tehát igen, idővel az lesz, hogy egyre több macskám, most kettő van egyébként. Úgy élünk együtt, két macska is. De hogy egyre több macskám lesz, éreztem, és akkor ilyen műszálas pongyolába fogok a körfolyosón állni, esetleg hajtsavarókkal, és tehát láttam magam előtt ennek a végét. Uh-huh. És akkor pánikba estem, és azt gondoltam, hogy talán mégis meg kellene próbálkozni. Ez elkerülhetetlen kapcsolaton belül. Nekem van olyan barátom, aki idős kínai hölgyre hízik. Én gatyabácsivá változom, teljesen független attól, hogy párkapcsolatban vagyok, vagy sem. Én már fiatalon is nagypapa voltam. Te kényszerzacsi úr vagy. Igen, mert ez a fontos, tudod, a világ a inkontinencia előtt és után. Az a hegyi Gyuri Botos bácsi, van, aki kiabálós. Szóval, hogy ezek nem elkerülhetőek, de ha mérlegre teszed azt, hogy melyik Imre jobb úgy összességében, amelyik egy lehetőleg jó párkapcsolatban van, vagy amelyik a saját egyedülségét kulturáltan kezeli, akkor melyiket mondod? Most megint muszáj egy picit komolyan beszélni, de hogy azért alapvetően azt gondolom, hogy ha nem egy teljesen hülye, akkor ez így javulsz így az idővel. Tehát, hogy így belátóbb leszel, meg sokkal erősebb lesz az önkritikád, öniróniád, sokkal jobban odafigyelsz magadra, és már rögtön tudod, hogy hülye vagy. Tehát nem az van, hogy a tizedik mondat után jössz rá, hogy Jézus, de hülye vagy, hanem az elsőnél. És hogy ez egy javuló tendencia. Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen, hogy ez egy működő, elképzelhető folyamat, hogy igenis, és lesz belőled valami. Azt te miből érzed, vagy mi jogosít fel téged arra, hogy te bátran és vállaltan lehessél olyan, amilyen szerintem nagyon sok ember nem mer lenni. Pszichológus jogosít fel, vagy hogy megengedte magának ezt Parakovácsi, megkérdezi Márkó. Hát nagyon helyén való ez a kérdés, és szeretnék ehhez egy sématerápiás alapfogalmat bevezetni. Az egyik sémánkat úgy hívják, hogy grandiozitás és feljogosítottság séma. Akinél ez jelen van, az gondolhatja magáról, hogy ő egy pompás alak, aki többre, jobbra hivatott, vagy tulajdonképpen ő egy különleges ember. Na most ez maga a grandiozitás. Ehhez kapcsolódhat az a feljogosítottság érzet, hogy hát tulajdonképpen én nekem azért egy kicsit több előny jár az életben, mint másoknak. Tehát nem direkt sutyó az ilyen ember, hanem ő tényleg azt gondolja, komoly igazságérzetből, hogy ő neki több jár. Esetleg több hatalom, vagy egy szebb autó, vagy csinosabb és több nő. Tehát ez egy jelenlévő séma lehet valaki életében. Fontos azt is tudni, hogy igazából a környezet, aki ezt sérelmezni szokta, hiszen általában az ilyen sémával rendelkező egyének sokszor szívfájdalom nélkül át tudnak gázolni másoknak az érzésein. Főként azért, mert a környezet
a kötelességérzetet hiányolja belőlük, valamint a kölcsönösséget. Tehát ezeket a dolgokat, amiket mondasz, ezeket a sztorikat, hogy és neked ez való, neked ilyen preferenciád van, és te ezt megéled, hogy ez az egész punk hozzáállás a világhoz, hogy ez miért, neked miért engedtetett meg? Van egy másik kulcsmomentum az életben, az inkontinencia megjelenés az egyik, uh-huh. De a másik az, ami, és te ezt az András már megélte, hogy azt mondod ilyen 20 évesen, hogy leszarom. És ezt így mondogatod úgy, hogy el is hiszed. És eljön egy pillanat, amikor tényleg leszarod. És az olyan, mint a megvilágosodás, az egy csodálatos, elengedéses pillanat, hogy tényleg le tudod már szarodni. Aha. Az fantasztikus. Ezért működik, hogy... Te ilyen vagy, hogy leszarod? Ez a leszarom? El nem tudom mondani mennyire. Tehát tényleg. De akkor, amikor viszont egy kispolgári létre vágysz, akkor, amikor macska, akkor, amikor jön lassan a zsenilia pulcsi, akkor meg már nem szarod, vagy nem mindig tudod leszarni. Akkor tudod csak igazán egyébként tenni hozzá. Persze, mert hogy azért megteremted magadnak azokat a feltételeket, hogy már úgy nagyjából nagy meglepetés nem ér, tehát ez, most már az a villanyszámla be lesz fizetve, az, érted, az már nem omlik össze, ami főzött van, tehát elindul egyfajta én... Ez tökre működik, tehát onnan lehet igazából függetleníteni magad a világtól nagyon. És akkor meg azzal azért nem annyira jó egyedül csinálni, tényleg nem vicces. Annyira tényleg megőrülök a Netflix-től, tehát tényleg. Neked lesz olyan, mi? Aki beszél hozzád, amikor majd te ja. fekszel, lesz olyan, aki azt a 3 órát, 4-et végigbeszéli veled, ahogy te anyukáddal? Hát igen, tehát érdekes kérdés. Szerinted tudjuk, hogy ki lesz az? Hát igen. Hát, számomra belőled jön, és amiért nagyon szeretlek és tisztellek, az a szabadság. Még akkor is, hogyha sokszor ez polgárpukkasztó, ha sokszor ez ehhez szándékosan kicsit karcosabb szavakat választasz, ha sokszor az idézőjelet nagyon-nagyon halványan teszed ki, igazából csak azért, hogy cukkold a hallgatóságot. Meg hogy ne vigyenek börtönbe. Szerintem még az se biztos, hogy nagyon érdekli. De nem is az. Nem, ez a szabadságjáték, ez mi? Ez egy fricska a mulandóságunkért cserébe? Emlékszel arra, amikor a rendszerváltás előtt elkezdődött egy folyamat, hogy elkezdték elkezdtek elindulni képviselőválasztáson független képviselők, és elkezdtek, és akkor mondta azt a Tamás Gáspár Miklós, hogy a demokrácia akkor lesz, ha úgy teszünk, mintha demokrácia lenne. És ha mindannyian úgy teszünk, mintha demokrácia lenne, akkor demokrácia lesz. Nem jött be ez a jóslata egyébként, tenném hozzá, vagy hát azért, mert nem tettünk úgy mindannyian, mintha demokrácia lenne, de hogy alapvetően ez van, tehát hogyha te ha úgy csinálsz, mintha szabadság lenne, akkor szabadság lesz. Legalább abban a kis körzetben, ahol te vagy, az így működhet. Csak hát jó, néha azért persze vannak ilyen kellemetlen következményei, de alapvetően ezzel együtt lehet élni. Most működik a radarod újra, nem. Azt mondod. Igen. Látsz a környezetedben olyat, akinek nem működik, és képes vagy hozzá támogatólag állni? Akár a nagy gyereked, akár barátok. Lehet-e erről az útról, amit az ember radar nélkül megtesz, valamilyen fajta tanulság könyvecskével visszajönni, és tudást átadni másoknak? Hát ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szeptemberben megy ugye iskolába az unokám. Tehát, hogy a lányom lánya. És egy csodálatos életük van, meg neki van egy döbbentesen jó házassága, meg egy ilyen varázslatos személyisége, és az unokám is vonatkozik. És mindezt úgy alakította ki, hogy én gyakorlatilag egyáltalán nem voltam jelen. Tehát nem mernék tanácsokat adni, mert csak elcseszem. Tehát én azzal, hogy nem voltam jelen, azzal rengeteget tettem azért, hogy boldog legyen, és hogy így, de tényleg ez egy abszolút fantasztikus, amit véghez vitt, és hogy szerintem bármelyik ponton belenyúltam volna, hogy megpróbáltam volna egy apa lenni, akkor valamit elcseszek. Tehát, hogy én nem merek tanácsokat adni, meg segíteni, meg mert rég nem hiszem azt, hogy lehet tanácsokat adni bármiben. Tehát akik minket hallgatnak, nekik sem gondolnád, fiatalok vagy bárki, nem gondolnád azt, hogy egyáltalán azzal, nem is akarsz azzal az attitűddel fellépni, hogy íme az én tapasztalataim, egyétek, és aztán lássátok meg, hogy jó nektek. De te gondoltál valahogy, hogy átadható az a tapasztalat most magánéleti téren, tehát ilyen nem, barátság, direkt, szerelem, direkt átadható módon, ez a dolog? Nem, direkt mondom, nem. Én csak maximum arra gondoltam, hogy ha én a nyilvánosságból kaptam nagyon sok mindent, a tárgyi világban is, és a lelki világban is, akkor legalább, mint példa, égő fáklya bokor illik a sarokra,
Jó, menj a picsába. Életem legszebb mondatot, komolyan mondom. Szép volt, de tüsszentettem, nem direkt csináltam, okay. Illetve fordítottam direkt, nem tudok. Kiteszi magát tanulságnak. Találtam egy sűnt, egyszer találtam egy sűnt, és az én valamiért nagyon, ő nem örült, hogy én megtaláltam, és pont ilyen hangokat adott egyébként, de többször egymás után. Most ez, ne bulingoljunk egy beteg embert. Szóval nem. Tehát, hogy hát nem tudom, ez megint olyan borzasztó. De mégis eljössz ide, amikor, és beszélsz róla. Igen, de hogy ez pont olyan, mint hogy elég sokat beszélek arról, ugye, hogy egy dologban van. Egyébként amiben próbálok amit átadni, ugye én pontosan novemberben lesz 10 éve, hogy nem írtam egy korty alkoholt sem. Tehát pontosan 10 éve nem ittam alkoholt, amire hát, hogy is mondjam, nem a jó kedvemben szorultam rá, hanem hogy ott volt az ideje, hogy abba hagyjam. És erről igazából, erről az egész alkoholizmusról, meg erről a hardcore ezért lezülléses, elhalálozásos részről azért beszélek, mert ebben talán elképzelhetőnek tartom, hogy valaki kicsi bogarász ebből valamit, ami a hasznára van, és hogy nem kell mindenkinek azt a rohadt poklot végigjárni. Ezt játszottam az előbb, azért összezavartala. Van megoldás. Arra szóval nincs megoldás, hogy mi hogy zenélünk, de... Itt beszéltünk arról, hogy... Egymás közt ezt a dolgot zenélésnek hívjátok, ami... Mi nem hívjuk sehogy. Ja, jó, az előbb ő mondta. Mi ezt meg és interjúnak is nevezzük. Szegmens elválasztó. Mi történik, ami... Szegmens elválasztó zörej textúra. Klassz. Ilyenkor meg szoktuk kérdezni a vendégeinket, hogy arra a problémára, amit ő hoz, és ami a múltban vagy jelenleg fennáll, ő milyen megoldással készül, mit javasol másoknak? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az volt a problémát, hogy elromlott a párkapcsolati radarod. Elállítódott. Elállítódott, nem elromlott, bocsánat. Akkor mi lenne azoknak a tanácsod, akik szintén úgy érzik, hogy elállítódott a radarjuk? Hogy lehet finom hangolni ezt a radart? Ja. Hát ugye adná magát az, hogy vessenek véget a heteroszexuális karriernek, próbálkozzanak mással, de hogy nem, tehát valójában nem ez a megoldás, hogy abba hagyja az ember, vagy nem próbálkozik. Ugye, jó, tehát, hogy nem mi vagyunk a nem vagyunk annyira jó fejek, mint gondoljuk. Fele annyira se vagyunk jó fejek, mint gondoljuk, és nem vagyunk főnyeremények. Tehát, hogy lehetséges, hogy még talán 3 vagy 5 olyan férfi is van az univerzumban, aki felér velünk. Esetleg 10. De hogyha ezeket tudatosítja az ember, akkor egy kicsit elkezd működni a dolog. Tehát tényleg, nagyon nehéz. Igen, az egót vissza lehet venni, baromira vissza lehet venni. Meg már nem is kell annyira az egó, olyan sok dolgot már nem lehet csinálni. És a másik az, hogyha erre persze azt a reakciót kapjuk, amit mi adtunk régebben, hogy ilyen valaki, akkor nem lehet dacsal reagálni rá, illetve nem szabad feladni emiatt ezt, hanem meg kell próbálni folytatni, aztán hát, ha működik. De amikor azt vetted észre, hogy épp abban a szakaszban, amikor rosszul választottál. Most abban nem menjünk bele, hogy rossz szemét választottál, vagy magadról rossz képet adtál. Mi a korrekció ilyenkor? Volt olyan, hogy azt mondtad, hogy állj, most ugyancsak szerda 11 van, és még csak 3 hete vagyunk együtt, de figyelj, bocs, én ezt látom, hogy ez nem. Tehát kiszálltál? Hamarabb tudsz, tehát hamarabb... Igen, tehát van az első néhány ködös nap, amikor úgy tudsz semmit csinálni, akkor megy a dolog a maga útján, de sokkal hamarabb látod ezeket a dolgokat. Mivel hogy nem szólaltak meg rögtön ezek a szirénák, meg nem villogtak a piros lámpák, később, amikor már aztán meg, akkor viszont nagyon határozottan és egyértelműen, és akkor pontosan tudod, hogy ennek tragédia lesz a vége. Tehát tényleg ne haragudj, de látom, hogy ennek most menekül. Ez egy nagyon fontos pont, mert szerintem nagyon sok ember szenved ettől, tisztelt a kivételnek, hogy a szerelem nevű, mindegy, hogy magyarázzuk ízlés szerint, de hogy van ez a rózsaszínködes, hevületes, kinek 2 nap, kinek 3 hónap, ennek elmúltával, de már akár ezen közben is lát az ember jeleket, szabad szerelemkultuszban élünk, vagy együtt, vagy fenntarthatóságkultuszban, mi legyen az iránytű?
Jó, csak az nem szabad összekeverni, szóval ez két dolog. Tehát egyrészt van, amikor ez a fajta szerelem elmúlik, és átalakul valami egy normális, egy olyan dolog, amikor nem vagy elmebeteg. Tehát hogy azért viszonylag ezért vagy. Ettől is meg lehet ijedni, hogy jaj, hogy baj van, pedig akkor nincs baj. És van, amikor elmúlik ez, és észreveszed, hogy baj van. Tehát baj van, hát négy tevét tart az előszobában, hát így nem maradhat tovább, és hogy ezt valahogy meg kéne neki mondani. Tehát amikor tényleg baj van, akkor lépni kell. Sokkal gyorsabban lehet lépni a későbbiekben. Tehát így, ja, 50 pluszosan. Mi volt a legnehezebb abból az átállításból, amikor visszataláltál a radarodhoz, akkor ezt nevezhetjük valami fajta új önazonosság elnyerésének. Mi volt a legnagyobb áldozat? Mondtad az előbb az ego elengedését, de tudsz példát mondani, hogy mi volt a gyakorlatban a legnehezebb, vagy a legnehezebben elengedhető korábbi beidegződés? Az a furcsa, hogy ez pont egy olyan szituáció, amikor harmadszor kezdek el valamit éppen, és hogy most megpróbálom, most azt nem csinálom. És hogy ugyanarra a dologra, hogy más reakciót adjál, az iszonyú nehéz. Tehát, hogy másképp reagálj egy szituációra, amiközben benne vannak rutinok, hát ilyenkor az ember vagy szenvedélyben, vagy indulatból reagál, tehát főleg, hogyha valami konfliktus van, és az baromi nehéz volt, hogy akkor ezt tudom, hogy ez már kétszer nem vált be, tehát és nem valószínű, hogy harmadszor befog, bár ugye van ez a típus, aki sose adja fel, és mindig azt gondolja, hogy mindig ugyanaz, egyszer majd csak bejön, de hát nem szokott. És azt így megváltoztatni ezeket a spontán, meg hirtelen jövő dolgokat. Van, ahol ez sikerült? Nem, mármint, hogy mi. Tehát, hogy megváltoztatni, sikerült? Vagy hogy átvinni az. Megváltoztatni. Ezért. Persze, ezt mondom, hogy ez sikerült. Ez is egy fontos üzenet egyébként, szóval ezt kicsit tehát, húzzuk alá. Hogy... Te vagy akkor is, tehát érted, hogyha a másik hibázik, és neked arra van egy reakciód, egyértelműen a hibás, és neked van arra egy rossz reakciód, azt is meg kell változtatni. Tehát ez nem ad felmentést neked, hogy ő hibázott, és hogy te csak... Mert lehet úgy, hogy hibázott, te meg mégis normálisan reagálsz, és akkor lehet, hogy nem eszkalálódik a dolog. Szóval iszonyatosan vissza kell venni az arcából az embernek. Hogy csinálja ezt az ember a gyakorlatban, hogy nem zavar? Ha megböksz most egy tűvel, akkor elrántom a kezemet. Tehát nyilván vannak ezek a biológiai nem zavarás. De mondjuk még erre is lehet, hogy nem azt mondod, elrántom a kezed, és visszakézbe akkorát adsz neki, hogy átesik a zongorán. Ugye ez de hogy itt azt mondod, jaj, te ez nekem fáj, ha megszúrsz engem egy tűvel. Ugye, tudod, ez tök kellemetlen is. Tehát érted, és akkor hirtelen így nézel magadra, hogy mi van, mi történt velem. De ugye, ezek működnek. Volt olyan, amit nem engedtél el? Lehetséges-e az, hogy az ember, ahogy profilt tisztít magán ilyen szempontból, azért rájön két-három olyan dologra, nem feltétlenül pozitív tulajdonság a többiek szempontjából, vagy a kapcsolat szempontjából, amire azt mondja, hogy már pedig len, ez sajnos úgy marad velem, amint az én térdemnek kalácsa. Ja, mert hogy ez egy állandó ilyen tánc, tehát hogy az önfeladás, meg az egészséges kompromisszum, és ugye van egy ilyen szürke zónája az egésznek, hogy na ez nem, talán ez már önfeladás lenne, vagy nem, és akkor így magad, de ezt le kell játszani, és ez mindenkinek máshol húzódik szerintem, hogy mi az, amit utána jó egy darabig tudok úgy csinálni, mint hogyha én nagyon örülnék annak, hogy te négy tevét tartasz az előszobában, de idővel azt fogom mondani, hogy na jó, hát ezt nem bírom tovább csinálni, hát ez egy baromság. És mi az, ami fenntartható lesz, és hogy tudod magad, hogy én ezen túl tudok normálisan reagálni egy bizonyos dolog. Hát ez kényes, tehát ez iszonyú nehéz. Nagyon köszönjük, hogy ilyen bátor volt. Hát, hogy közétek be, hát mondjuk igen, azért az kell, két ember különböző ilyen szűkített szeptimeket próbál egymásnak eladni zeneként. Ki nyitottad magadat nekünk, meg a hallgatóinknak, amit köszönünk. Én még nagyon sokáig tudnék magamról beszélni, de talán ennek a műsornak a keretei itt ehhez szűkösek. Hogyha teljes adást akarjátok meghallgatni, ami azt jelenti, hogy egy extra tartalommal is készülünk, azt a podpad.hu-n tudjátok teljes egészében megtenni, ahol már egy héttel előre járunk, de aki a YouTube-on szeretné megtekinteni, az egy pár napot vár, és a YouTube-on is hozzájut. Kövessetek bennünket YouTube-on, Spotify-on, iratkozzatok föl, rétingeljetek, és köszönjük szépen. Ha kíváncsi vagy Vadász Eszter pszichológus véleményére a témában, akkor kattints át a podpad.hu-ra, ahol meghallgathatod a teljes adást az ő kommentárjával együtt. Ha videón néznéd meg, akkor szombat délután 3-tól megtalálod itt a YouTube-on. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és állítsd be az értesítést, hogy le ne maradj a legújabb részekről.
Jó, azt hittem elkezdünk a lényegről beszélni, tehát oké, ha nem, nem. Most még mindjárt, itt most kezdődik egy 1980-as házibuli debrői házlevelűvel, zsíros kenyérrel. Egy ilyen után szartam be, úgyhogy ezt inkább óvatosan. De és akkor már, előveszünk, éjfél körül előveszünk egy üveg iszonyú szar bort, na ez tokai. Igen, engem legközelebb úgy látok, hogy az erkélyen állok, és azt mondom, hogy de nem érted, hogy, de nem érted, hogy, de soha nem megyek tovább. De ezt már nem így mondod, ezt már ilyen hangom, hogy de nem érted, de nem érted. És a másik két hallgató embernek összekoccintod a fejét ilyenkor. Mert... Igen, és Imrét úgy képzelem, hogy ő pedig hajnalban már egyszerűen csak cigarettázva azt mondja, így nagyon halkan. De várj, gonterhelt arccal cigarettázva. Igen, 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 mindig. És csak azt mondja szinte maga elé, kurva anyátok, kurva anyátok. De láttál engem valahol bulizni? Talán.